Tudtak Brüsszelben az európai embereknek, amikor azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára és azok az ukrajnai háború gyors lezárását eredményezik majd. Ezt Orbán Viktor mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök hangsúlyozta, az energiáért az európai emberek szankciós felárat fizetnek, ami bizonytalanná teszi a jövőt. Az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatos nemzeti konzultációról a kormányfő azt mondta, minél válságosabb időszakot élünk, annál nagyobb szükség van az egységre, az egyetértésre a háború és annak gazdasági következményeiről szól az MCC idei budapesti csúcs rendezvénye is. Erről tudhatunk meg most többet a következő percekben. Így van, és gyakorlatilag felveszük ott a fonalat, ahol Kuti Zsoltán letettük, mégpedig Sebestyén Gézával, a Matthias Korvinos Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével beszélgetek. Most jó estét! Jó estét kívánok! Valóban a háború gazdasági következményeiről zajlik most egy konferencia a Matthias Corvinus kollégium szervezésében, és Nagy Márta miniszter tartott ma egy megnyitó beszédet, ahol azt mondta, hogy Európa versenyképességét a földre küldi ez az energiaválság. Milyen következményei vannak ennek hosszú távon? Mert ugye jelenleg mindenki próbál tüzet oltani, de ez évekre kifoghatni, ahogy a szakemberek szavaiból ki lehet olvasni. Jó lenne, hogyha biztató dolgot tudnék mondani, de valóban arról van szó, hogy a mostani helyzet, a háború, illetve az elhibázott szankciós politika az egy nagyon komoly gyomrost adott egész Európa gazdaságának. Hogyha megnézzük azt, hogyan alakultak az olajára akár, de főleg az áram, illetve leginkább a gáznak az ára, akkor azt látjuk, hogy nagyon magas prémiumot fizettek az európai mind a lakosság, mind pedig a vállalkozások a gáznak a. Az árán keresztül. Ezt nem látjuk egyébként máshol, ha megnézzük, hogy Amerikában hogyan alakultak a gázárak, alig látunk valamilyen változást. Tehát ez nem csak azért rossz hír, ami számunkra, mert mindenki érzi majd, a saját számláján, hogy drágább, nyilván Magyarországon az átlagfogyasztásig megvéd minket a kormány, de hogy az átlagfogyasztás feletti résznél mi is érzékelhetjük, illetve többi országban ez azért ennél sokkal súlyosabban jelentkezik. Ugye Angliában már vannak egy nagyon komoly mozgalom, akik nem akarják befizetni a számláikat, hiszen már náluk is ez komoly problémát jelent. Tehát valóban azt látjuk, hogy egyrészt a lakosság számára ez komoly teher, de ami még ennél is bizonyos szempontból fontosabb, vagy, vagy érdekesebb, vagy kitárgyalásra érdemesebb, az az, hogy a vállalkozások számára ez mit jelent, és hogy alapvetően, főleg azoknak a vállalkozásoknak jelent ez nagyon nagy terhet, akiknek a termelése az energiaintenzív, tehát nagyon sok energiát használnak, főleg akik gázt is használnak nagy mértékben a termelésnél. Ez egy nagy mértékű költségnövekedést jelent, ez egy sokkal rosszabb, sokkal kevésbé hatékony termelést jelent, mint Amerikában, vagy a világ másik pontján, hiszen ugye Európára koncentrálódik ez a gázáraknak ez a brutális emelkedése, és azért ezt már most lehet látni egyébként, hogy megvan a hatása, hogy költöznek át, települnek át, vagy helyezik át a tevékenységei részét vállalatok, európai vállalatok, akár Amerikában, akár a világ más részére, tehát ennek nem csak olyan szempontból van negatív következménye, hogy drágul Mind az európai termékeknek az ára, mind pedig a rezsiköltség az európaiaknak, hanem a munkalehetőségek is valószínűleg be fognak szűkülni. Ez egy nagyon komoly probléma, és mindenképpen beszélnünk kell erről. Ugye a szakértők már sokszor elmondták, hogy ezt az energiaválságot, tehát ezeket az, ezeket az energiárakat a szankciók okozták. Ennek ellenére már a nyolcadik szankciós csomag tulajdonképpen készült el, hiszen bejelentették, ennek, ennek milyen további -es fajta hatásai lehetnek, milyen elemei vannak ennek a csomagnak sajnos ez a szankciós politika, ez nagyon elhibázott, ez az egyik témánk volt egyébként, az egyik panel azt pont erről szólt a, a számítunkon, hogy a szankciós politika az mennyire működik a világban. A Robert Pépnek volt egy nagyon hosszú időtávot felölelő elemzése, ahol azt mondta, hogy körülbelül a szankciós politikák azok 5 ukban érik el azt a hatást, amit el szeretnének érni, és ez a jelen esetben sem teljesül sajnos, tehát valóban Európának sokkal jobban fájnak ezek a szankciók, gazdasági szempontból, mint Oroszországnak rengeteg adat van arról, hogy az árnövekedés miatt Oroszország kevesebb exporttal is több bevételhez jutott, mint akár egy évvel korábban, miközben Európának ki kell fizetni ezt a magasabb költséget, és a, a gáz is kevesebb. Tehát valóban ez az elhibázott szankciós politika, ez nagyon komoly terhet jelent a, a vállalatoknak. Mindenképp az lenne a szerencsés, és ebben is nagyjából egyetértés volt a részfők között, az lenne a szerencsés, hogyha megfordulna ez az úton Európa, és nem az újabb és újabb szankciós csomókat, most már lassan a számokat nem is tudjuk követni, hogy ennél tartunk, nem az újabb és újabb szankciós csomókat találni, ki, amik nagy részt egyébként a magát Európát is rossz helyzetbe hozzák, hanem próbálna valamilyen más megoldást találni a helyzetre, amivel nem az európai vállalkozásokat és nem az európai magánszemélyeket terheli. Orbán Viktor kormányfő is kitért erre a ma reggeli interjújában, amelyet a Kossuth Rediónak adott. Ugye azt mondta, hogy az energiáért az európai emberek szankciós felárat fizetnek. Ugyanakkor például a napokban arról cikkezett a sajtó, hogy vannak emberek, akik ezen nagyon jól keresnek, ugye egy Soros Györgyöt emlegették, akinek több millió milliós bevétele van ezen, és nem forintban. Alapvetően azt kell látni, hogy valóban, a, ha valakinek káros egy gazdasági folyamat, akkor biztos, hogy van egy másik szereplő való világban, egy szereplők, akiknek ez a folyamat, ez, ez kedvező. Valóban az, hogy az energiárak azok ennyire megnövekedtek, az rossz hír az európai vállalatoknak, akiknek ki kell fizetni a számlát, rossz hír a magánszemélyeknek, akiknek ki kell fizetni a rezsiköltséget, de akik az áramot szolgáltatták, és hát ugye arról is megjelentek hírek, hogy pénzügyi spekulánsok valóban a pénzügyi piacokon fogadásokat kötöttek arra, hogy az energiának az ára az növekedni fog. Ezek a fogadások, ezek a pénzügyi tétek, ezek most komoly nyereséget hozhattak a szereplőknek. Nyilván ez se feltétlenül szerencsés, hiszen a napnak a végén ezeknek a költségét is az állampolgárok és az európai vállalatok fizetik meg. De alapvetően a legfontosabb szerintem most az, hogy az Európa versenyképessége szempontjából, az európai munkahelyek szempontjából, az európai gazdaság szempontjából is nagyon fontos lenne az. Nyilván pénzügynyereség az, az egy olyan tétel, amit, amit, amit nyilván megint csak egy ilyen nem biztos, hogy örülünk annak, hogy valahol képződik, de alapvetően, ha ez a nyereség nem is képződne, mindenképpen az lenne a jó hír az egész európai gazdaságnak, hogyha ezt a helyzetet, ezt a brutálisan magas energiárat hozó rossz szankciós politikát, ezt nem követni, vagy megfordulni ez az úton az Európai Unió. Itt az energiakrízis tovább súlyosbította, hogy megsérült az északi áramlat gázvezeték, mind az egyes, mind a kettes cső. Ugye itt azt mondják a szakemberek, hogy gyakorlatilag egészen biztos, hogy külső beavatkozás miatt történt ez. Az oroszok terrorcselekményt emlegetnek, az orosz külső hírszerző szolgált igazgatója mondta ezt, azt mondta, hogy adataik vannak arra, hogy nyugati háttere van ennek az akciónak. Meg is érkezett nagyon gyorsan a válasz, ugye a német gazdasági miniszter Robert Habeck nyíltan megvádolta az oroszokat azzal, hogy ők követték el, Ő volt az első olyan élvonalbeli európai politikus, aki ezt kimondta. Hova vezethet ez az egymásra mutogatás, mintha ez csak tovább súlyosbítaná ezt a helyzetet? És ez szerintem itt a kulcsmondat, valóban mi is, mi is próbáltuk a részvegőktől kideríteni, kiszedni belőlük, hát ha tudnak valamilyen benfetes információt, nyilván nem tud senki semmit, abban egyetértés volt, hogy alapvetően azért itt ennek a konkrét eseménynek két nagy vesztese van. Oroszország is, illetve Európa, és koncentráltan Németország a másik. Tehát van két olyan szereplő, aki, aki ebből egyiknek bevétel nem lesz, most valószínűleg nagyon sokáig, a másnak pedig gáz nem lesz, ami rendelkezésére áll. De alapvetően az, hogy valóban ez most... Ez az egész folyamat, ez, ez megint csak úgy tűnik, és ebben megint csak egyetértettünk a, számíton, hogy valahogy az lenne a szerencsés, hogyha a helyzet eszkalálódása helyett valahogy lenyugodnának a kediek, és, és a béke fele történnének lépések. Volt egy panel, ahol az élelmiszerről volt szó, az élelmiszer biztonságról volt szó, ők is hangsúlyozták azt, hogy ebből a szempontból is az lenne az előnyös, hogyha a, a mi, mi, hamarabb a békéhez tudnánk eljutni, és valóban önnek teljesen igaza van, hogy akár ez a mostani helyzet, és erre való reakciók is sajnos nem ebbe az irányba mutatnak. Sebastián Gézenek, köszönjük szépen! Köszönöm én is!